Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták. A mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A pécsi vereség után pénteken az óbudai kaszásokat fogadják a cápák. Egyedüli veretlen csapatként a Vasas elleni rangadóra készül a Spari. A vármegyében 13 intézmény részese az aktív iskola programnak. 5 győzelem és 1 döntetlen a Szabolcsi Sormok budapesti mérlege. 14 pontos vereséget szenvedett Pécsen a Hübner Nyíregyháza Blueshocks. A két cápák az NB1B piros csoport negyedik fordulójában 107-93-ra kaptak ki a PVSK-tól. Csomó jó dolgot láttunk. A védekezésre nyilván 107 kapott pont után nehéz elégedetnek lenni, de ahogy a meccs után is mondtam a srácoknak, akarattal megint nem volt hiány, akaratban nem volt hiány, illetve egy csomó fegyelmezett szép dolog is volt. Egyszerűen mondhatom úgy, hogy az építkezésnek abban a szakaszában vagyunk, hogy még talán nem jutottunk oda, hogy ezt így flottul elvárhassa az ember, hogy működjön. Főleg egy ennyire rutinos csapat ellen, tehát nyilván ők, ha adtunk egy irányt, akkor azt rögtön kihasználták. Volt bent egy kisebb előny, akkor azt rögtön kihasználták. Próbálkoztunk ugye magas szerkezettel, ami a támadásban egészen jól nézett ki, de védekezésben a Horthy Bálintnak a termete ugye azért mégiscsak egy ereje teljében lévő volt válogatott kerettagról beszélünk. Ő egy kicsit nehéz feladat volt ott az elején. Hamar beszedtük a faltokat, ott is változtatnunk kellett a szerkezeten. Nem reagáltunk rá rosszul. Második negyedben volt egy kis törés, ami apró fegyelmezetlenségekből, meg nem visszafutásból eredt, de azt mondom, hogy ott még ez is még valamilyen szinten kézben van tartva. Aztán szép lassan kihasználták azokat az előnyüket, amik voltak. Említetted az építkezést, lehet megint építkezni, hiszen megérkezett a légió is, egy új-zélandi játékos, aki adottságait tekintve stabilitást tarthat a palánk alatt elő hátul. Mire számít az, mennyivel lesz más a vele a játék? Pont amit most is említettem, hogy a Marci és a Völgyi Marci és az Izsi, a Tarján Izsák együtt a pályán egészen jól működött, és ezt most próbáltuk először. Na most ebben még egy opciós lehetőség a Joelnek a jelenléte. Ráadásul ugye tényleg egy nagyon szuper jó srác, és nagyon jók a benyomások a játékával kapcsolatban. Csomó variációs lehetőséget fog adni. Nagy reményekkel vágunk neki a közös munkának. Most nyilván, hogyha azért szembenézünk magunkkal, annak ellenére, hogy építkezünk, meg sok mindent kvázi megmagyarázunk magunknak, nem lehetünk elégedettek azzal, hogy 1-3-mal itt anyázunk az első 4 meccs után. Úgyhogy most van mit javítani. Most jön egy hazai meccs, aminek mindenképp úgy futunk neki, hogy így vagy úgy be kell húzni. Nem terhet rakni magunkra, csak egyszerűen elvárjuk most már magunktól, hogy győzelmekkel is alátámasszuk azt a munkát, amit elvégzünk nap mint nap. Említetted a következő meccset, pénteken az óbudai kaszások érkeznek, ugyanúgy 1-3-mal állnak, mint a Nyíregyháza. Egy kellemetlen stílusú ellenfél, milyen meccsre számít az? Kellemetlenre. Tehát ahogy mondod, a hátvédsoruk három minden hája megkent, jó labdakezelő, jó kintről dobó játékos. Azt gondolom, hogy pont belül lehetnek talán jobban sebezhetőek, így most a kereteket elsőre áttekintve. Illetve kell tovább haladnunk abban, mint minden meccs előtt elmondok, hogy a saját ritmusunkat kell ráerőltetni az ellenfélre, ami többé-kevésbé egyre hosszabb szakaszokban sikerült. Tehát nem véletlen is, ahogy mondod, hogy 14 pontot tudtunk játszani egy listavezető bombaerős Pécs ellen, mert sok esetben sikerült rájuk kényszeríteni azt, hogy a mi futós, indítós és átmeneti játékos stílusunkat. Most a másik oldalra kell kicsit tenni a hangsúlyt, főleg a héten is. Fogunk készülni a kaszásokból, és neki fogunk ugrani a hétvégén. Vereséges szenvedett, talán jelen helyzetben lehet azt mondani, hogy papírforma vereséges szenvedett Pécsen a csapat, de 19 pontot tettél be a közösbe. Hogyan láttad belőle ezt a mérkőzést? Azt mondom, hogy támadásban nem volt problémánk, tehát rendesen mentünk, hajtottunk, küzdöttünk. Védekezésben is megvolt a hajtás, küzdés, de egy kis precizitás még hiányzik. Szerintem ezen fogunk tudni dolgozni akár a mostani mérkőzés előtt, illetve az összes többi előtt, mert nem most kell jónak lennünk, hanem majd esetleg a rájátszásra. Nyilván el is kell jutni valahogy addig, de szerintem
sok munkát teszünk bele védekezésben, és szépen lassan, de fejlődünk, és el fognak kezdeni jönni a győzelmek, és halmozódni, és biztos vagyok benne, hogy az alapszakaszt top 4-be tudjuk majd zárni, és a rájátszásban pedig mindenki tud meglepetést okozni. Szerintem mi most meglepetés csapatnak számítunk, de ha megnézi mindenki, főleg itt belső szemmel, akkor mondhatjuk azt, hogy bajnok esélyesek vagyunk még mindig, én ezt állítom, és pont azért bele fogunk rakni mindent. 4 meccset játszott a csapat, a saját teljesítményed, a helyzeted, de mennyire vagy elégedett? Elégedett nem vagyok. Örülök, hogy kezdem megtalálni a formámat, mert szerintem ez bennem van, hogy pontokban, lepattanókban nem az, hogy én vezessem, de irányt mutassak a csapatnak. Emellett még vezérnek kellenem a védekezésben, és úgy érzem, hogy abban még nem sikerült felülnöm a feladathoz, de igyekszem. A Győrrel megegyező pontszámmal a második helyen tölti a válogatott szünetet a Nyíregyháza Spartakusz az MB2 tabelláján. A Spari 7 győzelem mellett 4 döntetlent játszott, és egyedüli csapatként veretlen a mezőnyben. Jó volt! Próbáljuk lejátszani itt is, ha megy mögéd! Szerettem volna, hogyha nyilván stabil csapatot építünk, és jönnek az eredmények. Azt gondolom, hogy csapatépítésben előrébb járunk, mint amire előzőleg számítottam, de hát nyilván ez egy jó dolog, és ennek nagyon örülünk. Hát nem gondoltam volna azért, hogy ennyi forduló után még veretlenek leszünk, de tényleg örülök neki, és nagyon szeretek ezzel a társasággal dolgozni, nagyon vevők a munkára, és nagyon jó mentalitású kis öltöző jött össze. Minek köszönhető, hogy csapatépítésben előrébb jártok, olyan játékosok érkeztek, akik azért máshogy már bizonyítottak. Igaz, hogy nem biztos, hogy most futották az előző idejében a legjobb idényüket, de ahogy mondtad, azért nagyon hamar összeállt a csapat. A kiválasztásnál törekedtünk olyan játékosokra, akik sikeréhesek, olyanokat idehozni, akikbe ambíció van, akik szeretnének előrelépni, és azt gondolom, hogy ugye elkezdtünk egy közös munkát a nyáron, aminek ugye gyorsan meglett ugye az eredménye, és a siker, nyilván az elején jött sikerek gyorsan össze is kovácsoltak minket, szóval ahogy említettem, hogy nagyon olyan az öltöző, aki összetartó társaság van, öröm velük dolgozni, nyitottak az újabb dolgokra, erre az újabb fajta felfogásra, szépen fokozatosan ugye egyre kompaktabb lett a csapat, átvették azt, hogy előrefelé szeretnénk védekezni, magasabban védekezünk, mint korábban, sok labdát szerzünk az ellenfél tér felén, és ezeket többnyire jó minőségben fejezzük be. Egy edző számára nagyon jó, ha sok olyan játékosa van, akit pályára küldhet, viszont egy kezdő csapatban 11-en félnek be. Mekkora feladat kezelni az, hogy mindenki tűzben legyen és mindenki elfogadja a pillanatnyi helyzetét? Nyilván ez egy edző számára, szokták mondani, egy kellemes gond, de egyelőre eddig nem fenyegetett minket ez a veszély, mert sajnos volt egy-két sérülés, ami folyamatosan nehezítette, de hát ezért jó, hogy azért van mélysége is a keretnek. Nyilván most, hogy jönnek vissza a sérültek, és egyre több mindenki rendelkezésre áll. Ennek örülünk, mert tényleg van minőség a támadósorban, főleg van választási lehetőségünk, de nyilván ezt a problémát meg kell oldani. Nem hiszem, hogy ezzel gond lesz. Van egy versenyhelyzet a csapatba kerülésére, és szerintem a profi játékosok ezt meg fogják oldani, meg fogjuk tudni kezelni. A bajnokság előtt az elhangzott, hogy Nyíregyházát mindig a feljutás esélyes csapatok között emlegetik, de konkrét célt igazán nem határoztatok meg. Most 11 forduló után picit konkrétabban lehet már beszélni a célokról? A konkrét cél az volt, hogy szeretnénk stabil középcsapatot, és azon belül pedig ugye szeretnénk a bajnokságban stabilizálni a helyet, azért a tavalyi év az nem úgy sikerült a klub számára, ahogy elképzelte, és itt az elsődleges szempont az volt, hogy tényleg egy stabil, erős olyan csapatot építsen a Spari, amit egy-egy átigazolási időszakban meg lehet úgy erősíteni, hogy rövid távon azért feljutásra esélyes csapat legyen. Ahogy mondtam, hogy örülünk neki, hogy előrébb járunk most a csapatépítésben, és nem hiszem, hogy a célok ezzel változtak. Azért szerintem még a bajnokságnak, hogy említetted, még az első harmadában járunk csak. Szeretnénk ugye tovább fejlődni, van hova fejlődni a csapatnak. Hogyha ezt így szépen tud fokozatosan fejlődni a csapat, akkor majd később visszatérhetünk erre, de én egyelőre most meccsről meccsre szeretnék haladni, és mindig a következő ellenfelet legyőzni, és ha ez így halad, akkor majd később erre visszatérünk. A következő ellenfél a Vasas lesz. Milyen mérkőzésre lehet számítani? Egy nehéz mérkőzésre lehet számítani. Nyilván a Vasas is a feljutásra esélyes csapatok között van. Ami látszik, hogy ugye most azért a elmúlt időszakban például a legutolsó mérkőzésen ugye elbukták a mérkőzést, ezért szerintem kettőzött erővel fognak
a mérkőzésbe beleállni, de igazából én azt szeretem, hogy a csapatom a saját játékát tudja játszani, megpróbáljuk ráerőltetni a mi akaratunkat, de mindenféleképpen idegenben egy nehéz mérkőzésre számítok, de tartom olyan erősnek a csapatomat, hogy bátran maga biztosan állunk bele abba a mérkőzésbe, és remélem, hogy pontot vagy pontokat fogunk tudni idegenben is szerezni. Egy olyan csapathoz igazoltál, amelyik osztályozón maradt bent az NB2-ben, most pedig feljutó helyen áll a Nyíregyháza. Mennyire meglep ez a szereplés 11 forduló alatt? Igen, most ugye aki tavaly nézte a Sparinak a szereplését, az nagy kontrasztot lát ugye a két év között. Igazából nyáron átalakult a keret elég rendesen. Én nem féltem attól, hogy újra ilyen év lesz, mint ami tavaly volt. Bíztunk a jó szereplésbe, sok munkát fektetünk bele hétről hétre, a nyári felkészülés is kemény volt. Bíztunk a jó rajtban, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy azért jobban teljesítünk, mint amit én elsőre gondoltam, de reméljük folytatjuk ezt a sorozatot tovább. Említetted a sok új játékost, az minek köszönhet, hogy ilyen hamar összeért a csapat? Úgy gondolom, hogy olyan játékosok lettek igazolva, akik az öltözőn belül is jó kapcsolatot ápolnak ugye egymással, tehát fontos egy jó közösség. Úgy gondolom, hogy az NB2-ben, hogyha egy jó öltöző alakul ki, az azt mondom, hogy a sikernek a 70%-át, 75%-át adja. Itt ez a kiválasztás jól sikerült nyáron szerintem. Én azt mondom, hogy ezért is ilyen jó ez a szereplés, ami most van. A saját teljesítményed, de mennyire vagy elégedett? Minden meccsen kezdő voltam, ezzel elégedett vagyok. A gól-gól passznál várok el többet magamtól. Ezen is próbálok dolgozni hétről hétre. Szeretném gólokkal, gólpasszokkal segíteni a csapatot, de a legfontosabb az, hogy nyerjen a csapat. Tehát mindegy kirúgja a gólt igazából, a lényeg a három pont a végén. Egyedüliként veretten a mezőnyben a Spari. Meddig lehet húzni ezt a sorozatot? Volt olyan meccs, ahol egy góllal nyertetek, volt olyan sok gólt rúgtatok. Ezek szerint megvan az egyensúly a védekezés és támadás között. Mondanám, hogy ugye addig lehet kitolni ezt a sorozatot, ameddig mi akarjuk, mert ez csak rajtunk múlik. Mi azon is vagyunk, hogy ezt minél kijebb toljuk. Minden meccs nehéz, ugye az NB2-ben itt nincsen olyan mérkőzés, amire azt tudnám mondani, hogy ez könnyű, ez nekünk ez papírforma győzelem. Minden meccsre készülünk, hétről hétre, ugyanúgy most, hogy a Vasasra készülünk, ugye, ugyanúgy készültünk a Moson-Magyaróvárra is, tehát igazából nincsen könnyű dolgunk ebbe a bajnokságba, próbáljuk minél kijebb tolni, reméljük minél tovább sikerül. Ha már említetted a Vasast, milyen mérkőzésre számít, messze még a bajnokság vége, sőt még az ősz vége is, de most van 7 pont különbség a két csapat között, amelyet akár 10-re lehet növelni. Igen, ezt a 7 pontot mindenképpen szeretnénk megtartani, de a győzelemért megyünk, tehát mi soha nem döntetlenre játszunk, mi győzelemért megyünk mindenhova. Úgy gondolom, egy jó mérkőzés lesz, tehát a Vasas is kiegyenesedett, ugye a szezon kezdett nehezen indult nekik, most viszont már kiegyenesedtek, most legutóbb kikaptak. Én egy jó mérkőzésre számítok igazából, NB2-es szinten is, tehát szerintem most mondhatnám azt, hogy egy NB1-es párharcnak is megfelel, de ugye NB2-ben vagyunk, de én egy nagyon jó mérkőzésre számítok. Országos szinten 304, Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében 17 oktatási intézmény részese az aktív iskola programnak, amely közel 100 000 gyereket érint. Az egyik ilyen intézmény a nyíregyházi Bem József Általános Iskola. Iskolánkat tavaly az MDS megkereste és felkértek bennünket arra, hogy vegyünk részt egy pilot programban. Ebben a pilot programban 74 iskola vett részt az előző tanévben. Igazából az aktív iskola programnak a tartalmi része szinte a mi iskolánk programja lefedi ezt. Nagyon kevés dologban kellett ezt kiegészítenünk, aminek nagyon örültünk, hiszen a BEM-nek a nevéhez ugye a sport az szorosan hozzákapcsolódik. Úgyhogy nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekeinket az egészséges életmódra és a mozgás megszerettetésére ösztönözzük, és nyilván első osztálytól kezdve már ez nagyon fontos szerepet játszik, és az aktív iskola program is erre épült rá, hiszen bizonyított, hogy azok a gyerekek, akik mozognak, sportolnak, sokkal aktívabbak, sokkal nagyobb a teherbíró képességük, jobban tudják a stresszt kezelni, és hát sokkal gyorsabban forog az agyuk is, ugye? Tehát, hogy sokkal jobban tudják ezeket az iskolával járó kötöttségeket kezelni. Egy picit visszatekintünk az időben, a BEM megelőzte a
korát egy picit azzal, hogy itt már nagyon régóta van mindennapos testnevelés. Igen, 35 éves nálunk a mindennapos testnevelés, és ezt ugye mi mindig is nagyon fontosnak tartottuk. Ami még nagyon fontos nálunk, az a minőségi testnevelés. Már alsó tagozatban is testnevelő szakos kollégák is bekapcsolódnak a testnevelés tanításába, oktatásába, és az élményszerűségre fektetjük a hangsúlyt. Éppen ezért ilyen sportfesztiválokat szervezünk, exatlonpályát. Nagyon színes eszközeink vannak, amelyekkel a gyerekek szívesen végeznek bármilyen sporttevékenységet. A sportágokat nézzük, kiemelkedő a fiú kézilabda és a lány röplabda. Nagyon sokan innen indulva jutottak el a legmagasabb szintig, élvonalbeli játékosok lettek, válogatott játékosok lettek. Mi alapján történik a kiválasztás? Mennyire népszerű mondjuk a szülők körében, iskolaválasztáskor az, hogy itt mindennapos testnevelés és angoloktatás van, plusz ilyen példaképek vannak a gyerekek előtt? Mindenképpen nagyon fontos, és a szülők ezt mindig előtérbe szokták helyezni, hiszen ugye a sport mellett az angol az a másik, ami nagyon-nagyon régóta megy, hiszen 45 éve már angol nyelvoktatásunk van, és azért nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 8.-7. osztály végén 20-25 gyerek csinál évente középfokú C-típusú nyelvvizsgát. És nyilván ez összefügg a sporttal, hiszen ahogy már mondtuk korábban is, és ugye tudományos eredmények is igazolják, hogy a sport és a teljesítmény az nagyon szorosan összefügg egymással. Én azt gondolom, hogy ezt igazolja a mi tevékenységünk, a mi szakmai munkánk is, hiszen a sportban a gyerekek mindenféle olyan tevékenységet végezhetnek, amelyek segítik a tanulmányi munkájukban őket. És én azt gondolom, hogy már nagyon fontos az nekünk, hogy óvodáskorban megszerettessük a gyerekekkel a mozgást és a sportot. Ehhez egy picit mi szeretnénk hozzájárulni azokkal a sportfesztiválokkal és rendezvényekkel, amelyeket nagycsoportos óvodásoknak is szervezünk. Szerveztünk eddig is, és ebben a tanévben is fogunk. Több mint 600 gyerek jelenleg a BEM-ben, megfelelő a létesítményhelyzet. Igen, én azt gondolom, hogy nagyon jól felszerelt a tornacsarnokunk és a tantermeink is jól felszereltek. Folyamatosan történik az épületnek is a felújítása, úgyhogy azt gondolom, hogy minden olyan felszereléssel, eszközzel és minden olyan szakmai dologgal rendelkezünk, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a jól képzett pedagógusainkkal nagyon jó eredményeket érjünk el, nem csak a sportban, hanem hozzáteszem szinte minden tantárgyban országos eredményeikkel büszkélkedhetünk. A tavaly úgymond próbév után most már élesben is részese az aktív iskola programnak a nyíregyháziben. Tulajdonképpen mit akar ez a program? Ezzel a programmal azt szeretné elérni a Magyar Diáksport Szövetség, hogy a gyerekeket egy élethosszig tartó, egészséges életmódra neveljük, minél többet mozogjanak. Ugye a célkitűzés az, hogy minden gyermek legalább 60 percet mozogjon egy nap. A testnevelés órák mellett ezekre a mozgásos szünetekre és a minél élménydúsabb órákra helyezzük a hangsúlyt, és ezáltal szeretnénk velük még jobban megszeretetni a mozgást. Mennyire vevők egyébként a mai gyerekek a sportra, hiszen rengeteg olyan dolog van, ami elvonja róla a figyelmüket? Úgy gondolom, ha kicsikorban megszerettetjük a gyerekekkel a mozgást és a játékot, akkor nagyon sokáig nagyon élvezik, főleg az ilyen színes és látványos sportrendezvényekkel még inkább a kedvükre tudunk tenni, és ezáltal még jobban szeretik űzni ezeket. Ki lehet-e már szülni ilyenkor a gyerekeknél, ha valaki ügyesebb, esetleg gyorsabb, mozgékonyabb a többieknél? Ebben a kicsi korban még úgy gondolom, hogy nem szabad őket sporták specifikusan nevelni. Próbáljuk minél inkább, minél több képességüket fejleszteni, és bízunk benne, hogy majd minél több eredményes sport teljesítményt tudhatunk magunk mögött. Itt a háttérben látjuk, hogy készülnek a gyerekek, és látjuk a pályát is már. Milyen feladatokat kell ma majd megoldaniuk a gyerekeknek? Különböző akadálypályákat, különböző képességfejlesztőket, de emellett nagyon fontos a csapatmunka, az összhang, hogy együtt tudjanak dolgozni, és már mint látjuk, a gyerekek is nagyon várják, úgyhogy már nagyon készülnek és izgulnak, hogy kipróbálhassák ezeket a feladatokat. 5 győzelemmel és 1 döntetlennel tért haza egy budapesti tornáról a Szabolcsi Solymok U8-as és U10-es jégkorong csapata. Ezzel számukra elindult a jeges szezon. Nekünk minden kezdet nehéz. Nagyon nehéz toborozni úgy jeges sportot, hogy Nyíregyházán jelenleg nincsen teljesen zárt pálya.
ezért szeptemberben, októberben muszáj Debrecenben, Sátoraljújhelyen legalább egyszer jeges edzésre elutaznunk. Ettől függetlenül az egyik gyorsértelmi lánc szervezésében Budapesten nemrégen került megrendezésre egy fesztivál, és annak ellenére, hogy két hónapos hátrányból indulunk már, mint ami a jeges edzést illeti, ennek ellenére nagyon jól sikerült a bemutatkozás. Egy vidéki csapattal játszottunk döntetlent, de az összes többi csapattal szemben nagy arányú győzelmet arattunk. Ez is azt mutatja, hogy az a lelkesedés, ami az egyesületben benne van, és a szülői támogatás az azért előbb-utóbb beérik. Jelenállás szerint hogy néz ki, hány csapattal, hány gyerekkel, hány edzővel vágtok neki a szezonnak? Jelenleg 2 edzünk van, 50-55 közötti létszámmal kezdtük el a szezont. Ezt terveink szerint a szezon végére közel 100 fős létszámra szeretnénk megnyújtani. Igazából november közepétől várjuk azt, hogy itthon is fogunk tudni jégre lépni. A héten fogunk Miskolcra ellátogatni az U10-es csapatunkkal, és tulajdonképpen megkezdődött a hivatalos torna ezzel a szombati nappal. Azt kell még elmondjam, hogy az U8-as, U10-es, U12-es és U14-es csapataink vannak jelenleg, és neveztük őket bajnokságra, tornákra. Továbbá, hogyha Nyíregyházán lesz hazai jég, akkor tervezünk egy nagyszabású rendezvényt. Egy nyílt nap keretében próbáljuk becsalogatni a jégkoronkhoz közelebb, csalogatni az óvodás és iskoláskorú gyermekeket. Erről majd külön szóróanyag reklámkampány fog készülni. A háttérben most görkocsolyáznak a gyerekek. Látszik, hogy ezt is nagyon élvezik. Mennyire pótolja ez a jeges edzéseket? Laikusként azt mondom, hogy pótolja. Szakembert, ha megkérdezzük, akkor természetesen ez egy teljesen másik sport. Együtt van a csapat, ennek nagyon örülünk, a szülők lelkesek, hozzák a gyermekeket attól függetlenül, hogy ez most nem jeges edzés, hanem egy görkoris edzés. Csapatszellemiséget, csapatjátékot, erőnléti edzést tartunk, és tulajdonképpen hasznos, de ez még azért nem a jeges sportokhoz kapcsolódik. Említetted, hogy várjátok a gyerekeket. Mennyire népszerű a nyíregyházi és a nyíregyháza környéken élő gyerekek, vagy inkább szülők, vagy a szülők hozzák a gyerekeket körében a jégkorong? Országosan elmondható az a tendencia, hogy a jégkorong sport egyre népszerűbb. Azért a magyar válogatott is már világszínvonalú játékot tud űzni. Tavaly év tavaszán azért a Finnország-Észtország közös szervezésében lévő világbajnokságon a magyar válogatott kijutott. Egyre népszerűbb, fontos a támogatottsága a Magyar Jégkorong Szövetség részéről is, amit ugyanúgy a Szabolcsi Jégsport Egyesület megkap, mint bármelyik más egyesület. Ránk van bízva, hogy mire vagyunk képesek ebből a támogatásból megoldani, de továbbra is a mi infrastruktúrális nehézségünk az, hogy november közepétől, jó esetben március közepéig tart a szezon, a jeges szezon, és egyébként meg Debrecen, Sátoraljújhelyre kell ellátogatni ahhoz, hogy jégen legyenek a gyerekek. Említetted a válogatottat, ugye elsősorban mindenki a férfiakra asszociál, de hát nagyon szépen szerepeltek az elmúlt években a hölgyek, és gondolom ti is nem csak fűgatelem lányokat is vártok. Nem teszünk különbséget a nemek között, ugyanúgy várunk óvodás, iskoláskorú gyermekeket, fiúkat, lányokat egyaránt. Az U8-as és U10-es csapattal voltatok a fővárosban. Milyen reményekkel, tervekkel indultatok, és milyen felkészülés után? Ebben a korcsoportban nem számoljuk az eredményt, de azért a gyerekek meg a szülők igen. A tervek azok voltak, hogy mutassuk meg magunkat mi is ott Budapesten, hogy lássák, hogy a Szabolcsi Solymoknak is van jégkorong csapatuk, és ugye mivel nem tudunk mi jégen edzeni csak hetente egyet, ezért nem vártunk nagy dolgokat tőlük, de viszont meglepetésünkre nagyon jó szerepet mind a két korosztályuk. Kik voltak az ellenfelek? Az U10-ben Székesfehérvár, a Baja, meg a Kaposvár. A Székesfehérvárral 6-1 lett, 6-1-re nyertünk, Kaposvárral 5-1-re nyertünk, és a Bajával 1-1-et játszottunk. Másik korosztályban? A másik korosztályban pedig a Dunói Várost vertük 7-0-ra, az FTC-t 5-1-re, és a Jászberényi Lehelt 9-1-re.
ahhoz képest, hogy heti egyet edzettek, és az ellenfelek nevét, ha olyan csapatokról van szó, ahol nagyon komoly a jégkorong múlt, és most is ott vannak az élvonalban, mennyire vagytok bizakodóak a jövőt tekintve, amikor már mondjuk remélhetőleg minél hamarabb itt jégre léphettek? Hogyha jégre lépjünk, akkor a tervek azok, hogy egy osztállyal feljebb lépni, és ott megmutatni magunkat, és hogyha van szó róla, hogy befödődik a jégpálya, hogyha a 8-9 hónapot jégen tudunk lenni, akkor akár a bajnoki címekért is. Mennyit tudtok egyébként majd heti szinten edzeni, ha lesz jég? Hétfőtől pinteki minden nap, az U8-as korosztály az hetente háromszor, a nagyobbak pedig 5 alkalommal, az U12-14. Az U14 most a legidősebb korosztály, tervezitek-e, hogy esetleg nyitottak későbbiekben is, hiszen ha a gyerekek felnőnek, és tehetségesek, akkor ha nincs kifutó korosztály, vagy nincsenek magasabb, vagy felnőse, vagy akkor máshová kell menniük. Ahogy már mondottam, hogyha a pálya rendben lesz, akkor ugye a toborzást is könnyebb, mert ugye igen játszák ezt a jégkorongot, és akkor fel lehet tölteni a többi korosztályt is egészen U18-ig, vagy talán még U20-ig is. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!